Ma este Kazinc Barcikán léptek föl itt a Fortuna Rock Klubban. Miért fontos számotokra, hogy Kazinc Barcikán ismét fellépjetek? Hát Kazinc Barcika számunkra egy speciális hely. Mondhatjuk, hogy a Egria zenekar, Mom's Favorite-ről beszélünk. Kazinc Barcikán 2004-ben játszottunk először, és Besenyődi Feribá végig is már mondhatjuk azóta, hogy baráti viszonyba kerültünk, és annyira jól sikerült 2004-ben a buli, utána játszottunk a Kaszanapokon, és utána gyakorlatilag 2004 óta, ha azt veszük, évente, minden évben kétszer játszunk körülbelül Barcikán, szóval tényleg ez már olyan szintű lett, hogy nekünk, hogy itt tényleg, mintha hazajönnénk, és itt is hihetetlen lelkes közönség van, szóval nekünk így ezt a műfajta, hogy fogadták, és ezt a zenekart, az számunkra egy hihetetlen nagy szeretetet éreztünk a közönség részéről, és ide tényleg mindig úgy jövünk, hogy boldogan. Nagyon régen zenéltek már. Gondolom a zenekarnak voltak sikeresebb periódusai, illetve kevésbé sikeres korszakai is. Te hogyan látod ezt? Hogyan osztanád ezt föl? Hát 2000 márciusában alakult a zenekar, azaz most idén voltunk 11 évesek. Úgy viszonylag úgy mondom, hogy gyorsan történtek az események, mert mi 2001-ben kiadtunk egy maxilemezt, amit szétküldtünk kiadóknak, valami bolti forgalomba is került, és onnan szétküldtük kiadónk, és az egyik ilyen multi cégtől, major kiadótól, Kémeri Péter menedzser felhívott és megkeresett minket, hogy tetszik nekik az anyag, egy ilyen magyar Green Day Blink-szerű zenekart láttak bennünk, mondja, egyébként nem is tagadtunk, mert igazából ez a két zenekar éghetett meg minket is, szóval ennek ezt teljesen fel is vállaltuk, ezt az egész műfajt, ezzel semmi gondunk nem volt. Megkeresett, leszerződtünk, és 2002-ben kijött az Egyszerű Történet nagylemezünk, egyik a major kiadónak a gondozásába, és onnantól kezdve indultak a dolgok. A Magyar Zene TV gyakorlatilag úgymond felkarolt minket, és ott elkezdett bepörögni, és végül is. Ha azt vesszük, 2002-től 2008-ig volt egy 6 éves periódus a zenekarnak, ami teljesen kiváló volt, és hát 2008-ban, hogy ugyebár ezt tudjuk, hogy jött a nagy válság, és ott ezt megérezte a zenekar, és nem csak mi, hanem mindegyik, és onnantól kezdve igazából nem azt mondom, hogy most mély zuhanásban, de úgy szép lassan elkezdett lefelé ívelni a dolog. Most is koncertezünk, csak hát nekünk is lejjebb kell adni mondjuk úgy akár a zenekarnak a gázsiát nézve, de szerintem mondom, ez minden zenekarra érvényes, nem csak ránk. Tehát ez van, majd úgy van, csináljuk, mi szeretjük csinálni, szóval nem adjuk föl, most is létezünk, vagyunk, aztán majd valószínűleg, hogy jönnek a jobb idők, mert ez így szokott lenni mindig. Mennyire érezhető a zenétekben a válság, hiszen nem tetted már a válságot. Előjön a új számokban ez, vagy nem? Illetve hogyan érinti a rock szakmát maga a válság? Megmondom őszintén, hogy igazából annyira nem, szóval nem, szövegileg nem fordultunk benne, itt a Mom's Favorite-en belül, én vagyok a szövegíró, szóval hárman vagyunk, hogy aki végig is nem tudna, van a dobosunk Pixi, a basszusgitáros vokalistán Géza, valamint Gibbon, én vagyok az énekes gitáros, valamint zeneszerző szövegíró. Megmondom, hogy annyira nem lett pessimistább a szöveg semmivel sem, szóval én valahol próbálom mindig az életnek a vidámabb oldalát kidomborítani, pont ezért, hogy akik megveszik a lemezünket, vagy eljönnek a koncertünkre, akkor arra kis időre megfeledkezzenek, szóval nem akarom még ezzel traktálni a lemezen, meg még ezzel traktálni a koncerteken a fiatalokat, hogy hú, nehéz a helyzet, hanem eljönnek, akkor ott gyerek, akkor ott legyen vidámság, legyen arra az egy óra hosszára, hogy kicsit így felejtsük el a gondokat, kicsit így lazuljunk el, és érezzük jó magunkat, hogy próbálom próbálom el a zenéből, amennyire lehet ezt kivenni, kivonni. Mint magánember, hogyan éled meg a válságot egyébként, hogyan dolgozott fel? Hát érezzük, én anyummal együtt lakunk gyakorlatilag egy családi házban, amit ketten tartunk fenn, és hát érezzük, most hát le szerencsére a kocsi törlesztő létezett a hála Istennek, szóval kemény, de hát az a egy szerencsénk van, hogy anyum is és én is az egészséges életmód hívei vagyunk, az azt jelenti, hogy nem iszunk, nem dohányzunk, nem drogozunk, szóval így eléggé, ez amúgy nagyon-nagyon megdobja a pénzt, tehát megmondom őszintén, hogy akárki, ha valaki spórolni, akkor én azt mondom, hogy akkor ez tegy a cigarettán és az alkoholon, mert sok más olyan egészséges dolgot is lehet csinálni, mivel az ember lekötheti magát, és sokkal olcsóbb. Meg mindketten spórolsz, akkor engem egész életemben úgy neveltek, hogy spóroljak, és amikor a zenekarnak volt az a 2002-től 2008-ig, az a 6 éves, tényleg amikor mondjuk, hogyha tényleg nagyon futott a szekér, én amikor úgy volt, hogy jött pénz, mindig raktam félre, nem emeltem az életszínvonalamat, nem kellett nagyobb ház, nem kellett több kocsi, nem kellett nagyobb luxus, mert igazából úgy voltam vele, hogy mindenre megvolt, ami kellett, szóval nem vágytam semmi extrára. Én szépen raktam el a pénzt, és úgy azon az életszínvonalon eléldegéltem, és akkor most ezt úgy mondom, hogy így lehet kamatoztatni, hogy ezt, most azt a pénzt, abból a pénzből tudunk élni, úgy volt.
Említetted, hogy volt a zenekarnak egy nagyon sikeres periódusa. Mi kell ahhoz, hogy ismét olyan sikeresek legyetek, mint régen? Hát megmondom, nem tudom, én jó helyen. Én azt mondom, mindig azt mondom, hogy nem csak a zenei stílusom, vagy az, hogy ki hány hangot tud lefogni a gitáron, vagy hány oktávot tud kiénekelni, nem csak ezzel múlik, mert egy jó dal nem föltétlen ettől dől el, hogy mennyire lesz jó. De azt mondom, hogy sokszor hogy jó helyen kell jó időben lenni. Szóval nekünk is annak idején, amikor leszerződtünk a Hungaratonhoz, az volt, hogy én 2001-ben elküldtem a Maxinkat kiadókhoz, mindenki azt mondta, hogy felesleges, még szakmabeliek is, vagy úgy mondom, hogy ilyen szakértő, mondjuk hogy zsűrik, ilyen kritikusok, mindenki azt mondta, hogy ezzel a zenével nem lehet, szerintük ezt nem, mert ez nagyon nézi kezdetleges, meg ez nem kell, de elküldtük, és lám mégis válaszoltak rá, és mégis kellett. Szóval azt mondom, hogy jó helyen, jó időben kell lenni, meg az, hogy vállalkozó szelleműnek. Szóval olyan helyen, én azt mondom, hogy azt is meg kell tenni, amire az ember azt gondolja, hogy ez tudja, hogy lehetetlen, de az a lényeg, hogy én mindent megtettem, hogy a saját lelki ismeretemet megnyugtassam, hogy ha nem is sikerül, rajtam nem múlott, az én lustaságomat nem múlott, de mégis sikerült, mert pont ezért, hogy én azt mondtam, hogy elküldöm akármilyen nagykiadóknak, akár kiknek, akár egy Warnernek is, és legrosszabb esetben maximum azt mondják, hogy nem, és akkor is ugyanott vagyok, ahol voltam, szóval visszább nem esek tőle. Ennyi igazából. Hogyan látod a zeneipar helyzetét ezen belül a rockzenének? Hát nem tudom most erre mi igazából, hogy mit mondom, most így én azt látom, hogy most nagyon mennek a haknizások, bár mondjuk már úgy veszem észre, hogy kezdenek egy kicsit így afelé tendálódni, hogy most már legyenek élő zenék, mert azért tényleg ez azért elég gáz, hogy valaki elmegy. Egy péntek, vagy szombat este alatt lenyom három fellépést, tehát koncertek nem mondom, három fellépést, most neveket szándékosan nem mondok, nem akarok személyeskedni. De lenyom három fellépést, besebel több százezer forint, aztán megy tovább, és akkor gyakorlatilag csak berakja a CD-t, bemegy, rányomja az énekét, jobb esetben mondjuk még énekel, rosszabb esetben még az se, és akkor ennyi. Szóval ezt nem nevezném fellépésnek, viszont meg nagyon sok lehetőséget elvesz a zenekarok elől, és nem csak rockzenére, lehet mondjuk valaki, szóval lehet, hogy úgy mondom, csak rock, akár funky, vagy blues, vagy bármi, teljesen mindegy, csak élő zene, és sok lehetőséget elvesznek ezzel a haknizással. Említetted, hogy te nem iszol, nem drogozol, nincsen semmilyen szenvedélybetegséged, viszont napjainkban egyre több olyan fiatal van, aki hozzányúl mondjuk az alkoholhoz, a drogokhoz. A zenétben te meg tudod ezt jelenteni, próbálsz valami prevenciót nyújtani? Hát én szövegekben vannak olyan dolaink, amit igen, amit hogyha az ember belássa magát, akkor hallani lehet benne, igen, az, hogy én például a dalban arra éneklek, hogy próbáljam, van egy másik életi, szóval lehet élni, szóval úgy, hogy most én nem dohányzok, vagy nem rúgok be egy péntek szombat este, lehet élni, hát én nagyon én 95 óta nyomom ezt, és ugyanúgy eljárok szórakozó helyekre, csak sör helyett mondjuk őszilevet veszek, vagy ásványvizet, most csak mondtam, amit hogy azt veszek, és lehet élni, mondjuk a szomorú, igen, nagyon belekóstolnak a fiatalok, bár azt mondom, hogy én is belekóstoltam, szóval nem azt mondom, hogy nem, én is belekóstoltam ezekbe a dolgokba, csak aztán rájöttem, hogy most szétbombázom a testemet, nagyon sok pénzem oda lesz, előrébb nem hisz az életben, mert csak hátráltat, mert tényleg az, hogy hátráltat, azt mondom, hogy talán fiatalon még az emberek belekóstolnak, az szinte kikerülhetetlen, csak arra kell vigyázni, igen, hogy amikor már gyakorlatilag az lesz, hogy az ember azért várja a péntek szombat estét, hogy berúghasson, az a gáz, szóval az a gáz. Mindig szerettem egy rockzenésztől megkérdezni azt, hogy látjuk ugye a nagy sztárokat, imageből vagy nem imageből, de hogy nagyon sokat isznak, drogoznak esetleg. Ti sok nagy koncerttel léptetek föl. Egyébként lehet ezt erőlétileg bírni, hogyha valaki állandóan iszik vagy drogozik? Hát nem tudom, elképzelhetőnek tartom ezt is, hogy így van, de én valószínűsítem, hogy például Axelrose-nak az utolsó magyarországi Axelrose koncertje után, amikor oxigén palackot kell bevinni, mert nem tudott lábrálni, szóval valószínűsítem, hogy ivott ő, csak inkább azt mondom, hogy fiatalon az emberek a szervezet ezt jobban lehet reagálni, és ahogy öregszik, marad az alkoholmennyiség, csak már a 40 évesen már testtagom már nem olyan lesz, mint 20 évesen, hogy ki tud állni. Például mondjuk a másik oldal, hogy például én sportolok, én aktívan, szóval én heti háromszor-két órát járok, megyek edzőterembe futni, én 8 évig karatéztam, és akkor én rengeteg sportok, én például azzal tartom magamat karban nagyon, és inkább a főképpen a futással, rengeteget biciklizek, sétálok, szóval próbálok, Egeremben ugyebár nincsenek a nagy távok, szóval mindenhol, ahol csak lehet gyalog menni. Hát én azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy valaki rockzenész, nem kell mondjuk belemenni ezekbe a dolgokba, hogy most akkor úgy, hogy pia drogok hasonlók, de szerintem azért sokan belecsúsztak azért Magyarországon, hogy számtalan olyan sztár van, akiről köztudott, hogy vagy kilábolt az alkoholizmusból, vagy benne van, vagy éppen kilábuló félben van, de színészek között is egyébként rengetegen vannak. Sokan arra fogják, hogy így bírják elviselni, de szerintem ez egy baromság, szerintem csak azért csinálják, mert megtehetik, vagy csak pusztán szórakozásból, vagy csak rászoktak. Nagyon sokan ezzel hivatkoznak, hogy azért iszok, meg színészek, zenészek, mert hogy a stressz vagy oldani kell, nem hülyeség, stressz lehet oldani,
sporttal is, lehet sok minden, lehet menni moziba is. Szóval ez csak kifogásnak hiszem, én azt mondom, én sporttal oldom a stresszt, én ezt jelentem mindenkinek egyébként, fiataloknak, zenészeknek, színészeknek, civileknek, hogyha feszültséget akarnak oldani, akkor ne drogokkal, ne alkohollal, hanem tegyék ezt sporttal. Még mindig nagyon sok rajongótok van. A közeljövőben mit várhatnak tőletek itt? Új videóklipre gondolok, vagy egyáltalán valami meglepetésre? Hát idén jelent meg egy új lemezünk, ez igazából még friss, 11 év címmel, igazából ez egy ilyen best of lemez lett, vettünk fel egy új számot, van rajta egy új szám, egy 2011-es dal rólunk szól, valamint mindegyik lemezünkről egy újra kevert verziót feltettünk rá. Gyakorlatilag 10 éves születésnapunkra szerettünk volna kiadni egy ilyen válogatás, ami ugye 10 éves, ez egy ilyen összegzés a zenekarnak egy korszakáról, de mivel a basszusgitárosunk külföldön volt, egy pont abban az időszakban, egy ilyen 4 hónapra kiment, ezért ez eltolódott, és most 11 év címmel kiadtunk egy válogatás lemez, hát most annyi, hogy páratlan szám lett, ez igen furcsa, de most adtuk ki. Ez igazából ez ilyen ízelítőt ad, átfogja az eddigi pályafutásunkat, a 2001-es első maximumtól kezdve a 2011-es új dalig, és jövőre szeretnék kijönni egy nagy lemezzel, írjuk a dalokat, csak mivel nem akarunk kapkodni, szóval szeretnénk azért, mindig ráfeküdtünk a minőségre, általában ezért volt, hogy 2-3 évet adtuk ki nagy lemezt, viszont próbáltunk arra, hogy minőségi dalokat feltenni, most készen van 11 új szám, még szeretnénk legalább 5-öt megcsinálni, és a 15-ből mondjuk 12-13-ot feltenni az új lemezre, de ha minden jó megy, akkor jövőre szeretnénk jövő év, mondjuk tavaszára vagy őszére egy nagy lemezzel előjönni. Ti is egy fiatal zenekar vagytok, nektek az internet világa már természetes, de ez jó vagy rossz a zenekarnak? Hát lehet mind a kettő, szóval ki lehet használni is, meg hátrányabb, hogy ugyebár nagyon sok mindent letöltenek. Előny az, hogy sokat, hogy így hamarabb hozzájutnak a dalokhoz, a fiatalok. Én azt mondom, hogy mi mindig CD pártiak vagyunk, szóval mi mindig kiszoktuk adni a lemezeinket. Hát igen, most már nem annyit, szóval egy ki lehet, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt ki lehetett adni egy underground szinten mondjuk a zenekarnak, és akár 1000 darabot is el lehetett adni, mert el lehetett. Szóval most annyi, hogy most is kiadom, most is megvannak azok a rajongók, akik megveszik. Mert mondjuk én magamról tudom, hogy én például az új Green Day CD-t vettem, meg most az új Blinkre várok, szóval én is megveszem ezeket, mert én nagyon szeretem, és megtisztelem a zenekart azzal, és nem azért, mert zenélek, mert amikor nem zenéltem, akkor is megvettem. Szóval én úgy, hogy ha valamit szeretek, akkor megtisztelem azzal, hogy megveszem az emezet, mert ő megdolgozott érte. Szóval én ezt mondom, legalábbis én ezt úgy mondom, hogy szoktam hangoztatni a fiataloknak, és hogyha szeretnek egy zenekart, nem kell mindent megvenni, mert egyértelmű, hogy én is kíváncsiságból meg akarok valamit hallgatni, nem fogom megvenni. De hogyha valamit szeretek, és szeretem annyira, hogy mondjuk azt, hogy rajongója vagyok, akkor igenis megveszem a lemezüket, mert ők megdolgoztak érte, és ők ebből élnek meg. Ha nem lesz lemezük, nem fogják elolni a lemezeket, akkor a zenekar is meg fog halni. Sikerült már találkoznod a kedvenc zenekaraiddal? Nem, hát az, hogy egy Blinkkel vagy Green Day-jel találkozni, az nagyon nagy élmény lenne. Egyszer majdnem, szóval 2005-ben játszott itt a Green Day, és pont meg akartuk venni jegyet, és amikor megcsönt a telefon, és hívtak egy ilyen nagyszabású szabadtéri koncertre, és lemaradtunk, de mi az a szerencsére nem rengettük meg a jegyet, pont így kérdezték, de hát az első a saját zenekar, szóval lemondtunk róla, pont ugyanaz nap volt a koncert, amikor a Green Day, és egy Egerben a Dobótéren volt egy nagyszabású rendezvény, egy ilyen jótékonyság, és azért az nagyon nagy presztízs értéke van a dobótéri fellépésnek. És hát egyértelmű, hogy azt választottuk. Tehát majdnem ennyi hiányzott, hogy találkozzunk velük. A beszélgetésünk után következik a kedvenc videóklipped. Kicsit vesézzük ki, hogy ez miről is szól, és hogyan készült. Ez az El nem múló pillanat című klip. Ez volt a legutolsó klipünk, amit ideig csináltunk, Ez egyébként a zenekarnak a 10. videóklipje. Ez nagyon kedves barátom Butkai Attila csinálta, ő rendezte, végülis hát ő rendezte, vágta, ő volt az operatőr egy személyben. Ezt az Egri repülőtéren forgattuk, az Apollo Airportnál, és nagyon kedves, szóval tényleg, amikor kimentünk először, hogy helyszínt megtaláltuk, hogy mi akartuk, hogy nagyon jó hangár, minden hangulat megvan, és kicsit féltük, hogy mi lesz a reakciójuk, de annyira kedvesek voltak, hogy épp csak a kulcsot nem adták oda. Szóval mondták, hogy hát szeretnénk jövő héten forgatni, meg is mondták, hogy gyerekek, nyertek nyugodtan, hangárt lehet használni, forgathatok ki, kihozzuk a repülőt, felmegy, fel is viszünk, hogyha kell, szóval nagyon kedvesek voltak, szóval meg is lepődtünk, hogy tényleg ez, szóval nagyon-nagyon ilyen, tényleg, hogy mondjam, nagyon-nagyon pozitív hozzáállás volt, és hát gyakorlatilag ott az köztudott, hogy igazából ott olyan tehetős emberek bérelnek ott hangárokat, vagy repülik, és nagyon kedvesek voltak, szóval nekünk ez egy pozitív csalódás volt, egy pozitív csalódás, hogy mondjam, a felső tízezer rétegeiből is vannak olyan emberek, akik kedvesek és segítőkészek, és nagyon barátságosok. Maga a klipnek mi a története, és kik szerepelnek benne? Hát gyakorlatilag három lány volt benne, akiket a rendezőnk hívott be, a Dia, Gabriella, valamint Évi. És a végig is a lényeg az,
az volt, hogy mi elkezdünk zenélni, ők, hát lehet látni a klipben, hogy kitolják a repülőt, és az a lényeg, hogy ők a menet közben a végén kiderül, hogy ők elfoglalnak minket, kivézi repítenek a helyünkről, és megmutatják, hogy ők is vagányok, és ők is tudnak így zenélni, leülnek, és ugyebár utána már gyakorlatilag a szám végétől, vagy felétől már ők játszanak, és akkor igazából mi kilettünk onnan takarítva. Mondjuk, hogy